közös, nagyon jó barátunk, Vilmos Zsigmondnak az üdvözlő és gratuláló levelét szeretném felolvasni neked, Jóskám. Kedves Jóska, nagyon sajnálom, hogy nem vehetek részt barátaimmal együtt ezen a gyönyörű napon, amikor te átveszed ezt a megtisztelő kitüntetést országunktól, amit mi elhagytunk 1956 őszén. Jóskám, 49 év óta ismerlek, és te vagy az, aki igazán megérdemled ezt a kitüntetést. Emlékezzünk csak vissza 1958 nyarára, amikor családommal Los Angelesbe vándoroltam New Yorkból, hogy új életet kezdjünk itt a csendes óceán partján. Kiadott szállást nekünk hetekig, amíg sikerült munkát találnom. És ki volt az, aki felvett üzletébe alkalmazni, amikor munkanélkül lévő váltam? Te voltál az, Jóska, aki mindig önzetlenül segített mindenkit, ahogy csak tudtál. Én büszke vagyok arra, hogy annak idején tagja voltam a Magyar Cserkész Szövetségnek, ahol célkitűzésünk az volt, hogy emberebb emberré, magyarabb magyarrá váljunk. Nem emlékszem, hogy te voltál a cserkész, de azt tudom, hogy te Amerikában elérted azt, hogy igazi emberré és igazi magyarrá váltál. Szívből örülök kitüntetésednek, gratulálok. Büszke vagyok arra, hogy barátok vagyunk. Éljen Mikó József, éljenek az igazi magyarok. Köszönöm.